Eneos, japán első számú motorolaja, importőre a szakálmetál autóalkatrész. Ahogy azt már megszokhattátok, Magyar Tumi műhelyből jelentkezünk, mert ismét hoztak hozzá egy autót, ami nem annyira szép, nem annyira jó, viszont rengeteg tanulnivaló van benne, meg nagyon sok az érdekes tanulság, amit így a háztályi építők, meg általában a hobbimérnökök levonhatnak. Viszont a videók elején megszoktalak titeket arra kérni, hogy iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, de most már arra is a titeket, hogyha tetszik, amit csinálunk, akkor menjetek fel a Patreonunkra, itt van alul a link, és támogassatok minket egy nektek tetsző összeggel. Ezt előre is köszönjük! Tomi, kérlek, mondd el, miért néz ki úgy a műhelyed, mint egy IKEA raktár? Hát, az a jó hír van, hogy költözünk. Költözünk? Úgyhogy így van, költözik a műhely, Úgyhogy szerintem ez az utolsó videó, amit itt fogunk leforgatni, mert találtam egy új műhelyt. Igen. Azért azt tudni kell, hogy sosem mutattuk meg azt a helyet, ahol bejövünk, de amikor ide bejön mondjuk egy 6-7 éves s ami még egy nagyon friss, nagyon ropogós, nagyon szép autó, hát eltűnik a kátyúkban, meg a kráterekben. Így van, hát már, már, szégyeltem én is egyébként, de sajnos nekem, vagyis hát nem, sajnos nem sajnos így tudom értékelni mindent, amit elértem, de végig kellett járnom a lépcsőt. Tehát, hogy, hogy szépen Építkeztünk, és ez egy lépcsőfok volt, és ennél tovább léptünk. Úgyhogy most innen egy újabb helyre megyünk, ami, ami új ö, csarnok, tehát teljesen új lesz Élesek az első ö, ö, tulajdonosa, vagy bérlője, és szerintem sokkal jobb lesz a színvonal. Egyébként az is iparterületen van, de de majd arról szerintem beszélünk, hogyha ott az első videót. Gratulálunk lesz itt hozzá. Leforgatjuk, és akkor utána. Búcsúzunk egy méltó autóval. Szóval. Nem, ez azért lesz jó, mert lezárom ezt a műhelyt, és szerintem ez lesz a lezárásai korszaknak is egyébként. De majd erről beszélünk, hogy miért. Jól van, jól van. Ami itt van, az egy 202-es C-osztály. Ugye ismerjük, szeretjük, ilyenből van Oliver C600-a, ilyen a játszós drift autó, meg még egy csomó minden. Az, az én, nekem is van egy M104-es is van belőle, ugye? Ez a mercedes e E36-osa. Így van, így van nagyjából. Úgyhogy... Csak ő... jobb, mint az E36. Hmm, kinek, igen. Nekem igen, nekem mindenféleképpen. Jó, idehozták hozták neked ezt az autót, amit már valaki elkezdett építeni, ha jól tudom, sőt, te is dolgoztál rajta korábban, de kérlek, akkor fejtsük fel azt a a sztori az egészen, hogyha visszamegyünk, ez nagyon régi sztori, a sztori az úgy kezdődött, hogy egyszer csak a tulajdonos, hát beszéltünk ugye többször, keresnek építéssel, OM606-tal kapcsolatban, OM605-tel kapcsolatban, és a tulajdonos gondolkodott, és leges egy motort vett és idehozta a 600-os motort, hogy akkor ezt először készítsem össze egy berakásra akkor azt még elvállaltam, ugye, lerakta itt a motort, majd egyik nap érkezett a telefon, hogy megvan a donor, de hogy nem indul, egy C250D, tehát egy dízel. már telefonban mondtam, hogy nem biztos, hogy a legjobb donor lesz, ugye itt az a probléma, hogy a C250D az egy 110 lóerő körüli teljesítménye rendelkezik, abban kisebb a, a difi, kisebb a, a kardán, kisebb, a csillagok kisebbek, kisebb a féltengely, kisebb minden, Hát egy szerényebb hajtásláncra ez a Így amit. van, ö, illetve, illetve, ez a legelső szériás C-osztály, tehát ennél hát külsőleg egy facelift volt, de itt a kábelben a több facelift volt, tehát volt még a régi kocska, kocka, kocka kapcsolós is. Egyébként nem is emlékszem, hogy ez pont az-e, de hát már a kapcsolók sincs, meg, de meg ez még a régi kocka, szóval ez az első szériás. Úgy, itt hogy, volt ö, valamiféle hogy kambusz, nem kambusz? Ö, az újak azok már, már szerintem ez még nem amúgy. Bíromosságos, uh -huh. sosem voltam erős, de szerintem ez nem az. Igen, csak öl... hogy talán ez a 90-es évek elejé közepe volt a nagyváltás ideje. Évek... Hát ugye ez 94-től vagy 5-től gyártják a C-osztályt, és akkor onnantól felfelé, 97 körül volt egy ilyen kábel-faceliftnek hívjuk, ugye kapcsoló meg kábel-facelift, aztán ugye a külső modifikáció is megjött, az 99-től volt a faceliftes C-merci. Érthető. Na, öl ott tartottunk, hogy ugye meghozta a motort, és akkor mondta, hogy van egy autója is, hogy először indítsuk be egy áriba, mert hogy nincsen műszaki vizsgálja az autónak, szeretné levizsgáztatni, és utána ebbe tegyük az OM600 motort. Nyilván. Aztán nyilván, ugye a telefonban mindig más, mert, mert nem tudom, hogy mi fog ide érkezni. Aztán megjött az autó, ami mellett most állunk, és akkor első állítás se, volt szép, tehát az, hogy, hogy kívülről volt rajta egy-két rozsda, már mondtam meg, hogy nem a legszebb példány, de hát nézzük meg. Elkezdtem nézni, és odáig jutottam, olyan rossz állapotban volt az autó, hogy mondtam neki, hogy, hogy ezt ne is indítsuk be. Tehát fölösleges, mert, mert szét volt a, a motorköteg, a belső köteg valamiért egyszer indítózott, egyszer nem, aztán kiderült, hogy van benne egy utolagos siasztó, az egész köteg a szét volt benne, úgymond, hogy mondjam szép szóval. Tehát összes, nem, nem, igényesen villanyaszkodtál. Összeviszol a a villamos része is. Úgyhogy mondtam neki, hogy inkább ezt vigyük el, majd ö, az volt, hogy jó, elviszi keresünk egy másik donort. Aztán sokszori megbeszélés után megkért, hogy mégis tegyem bele ebbe. Nem láttam sok értelmét, de miért nem jutottunk egyre a kettőre, amit nagyon bánok, mai napig elvállaltam. Úgyhogy tettünk bele egy olyan 606-os motort. Prezentált kérlek. Igen, és Isten, ő... nézd Tomi, van egy motor a turbón! Így van, és hát ez is úgy volt, hogy ugye a tulaj elmondta, hogy mit szeretne, mondta, hogy ő mindenféleképpen 500 lóerő fölött szeretne. Na most ennél az olyan 606 os motoroknál azért ezt tudni kell, hogy az ideális teljesítmény, amit én ajánlok, az 400 lóerő, a bevált Holse Ugye pont Olivérnek az Audiából tudjuk, hogy hiába teszünk nagyobb turbót, nem biztos, hogy az lesz a jó irány. Tehát ott is egy kisebb melegoldai házzal, nagyobb töltőnyomást és nagyobb teljesítményt is elértünk. Tehát rugalmasabb lett az autó és használhatóbb. Na most ő mindenféleképp ragaszkodott ez, a, ez az 500 lóerő fölötti teljesítményhez. Ugye én azt tudtam neki mondani, hogy csináltunk már egy ilyet, egy, egy kereklámpás mercin, le is mértük, az nagyjából tudta ezt az 500 lóerő fölötti teljesítményt, és akkor ugye ugyanazt a turbót tettük. Ideig nem is volt gond, egyébként beépítettük a motort, összeraktuk 6 sebességet CD-váltóval, ugye szokásos setup, illetve Hát itt ugye megint azon, hogy például a 400 lóerős kuplunggal elbírná egy, egytárcsás kuplung. Na most ebbe már két tárcsás kuplung van, ami kinyomott zörög, és kellemetlen vele kuplungolni. Szóval mindenből csak veszítünk, veszítünk a komfortból. Igen. Mindegy, ő azt mondta, hogy, hogy ez ilyen felhasználás lesz. Na most összeraktuk, én odáig vállaltam a projektet, hogy belerakom a motort, nem csinálom meg a kulercsövezést és a kipfogó rendszert, mert ugye nem, nem tudok minden iparágat kitanulni. Tehát nem tudok mindent megcsinálni, ehhez kell egy cooleres, meg egy kifogó hegesztő. Összeraktuk úgy, hogy benne volt az autóba vízhűtő, és akkor tulaj elvitte egy kulereshez, úgy folytatódott a történet, visszajött az autó, és a csomagtartóban volt a vízhűtő, amit mi beraktunk indításra készen. Tehát az autó odáig működött, hogy fel lehetett állni a trélerre. és, és, és egy új hűtő? Hát ő, nem, akkor még ez nem volt benne, és csak ez a cooler, és amint látod, a régi vízhűtőnek a helyén van, tehát itt megy be a cooler, cső meg a másik oldalt lent, és az a probléma, tehát nem, nem értettem a szituációt, hogy viszony az autó, a gyári helyére visszarakok egy vízhűtőt, ahol kényelmesen elfér a motor és a vízhűtő közé a ventilátor, és bent van a helyett egy kuller, és a csomagtartóba visszajön a vízhűtő. És akkor a tulajdonostól is, hogy most akkor hogyan tovább. És mondta, hogy hát azt mondta a kuller, hogy majd én csinálhatok bele egy vízhűtőt. Hát én ezt értem, csak hát hol a helyünk hozzá. Mert ugye helye nem maradt, tehát ilyen van benne most, egy Suzuki méretű vízítő. Igen, de szertárgazó a probléma. Úgyhogy hát, az igen, elején. ez még itt az eleje volt. Benny mutatta, hogy például itt ez a gumi is viszonylag kicsi, tehát, hogy a rezgés, csillapítás nem feltétlenül történik meg, és az még így laikusként is feltűnik, hogy itt elindul egy csőmérettel, aztán tovább, mint egy másik csőmérettel, majd pedig, mivel csak úgy fért el, itt lefelezi az átmérőt. Így van, de... Mm... Én nem vagyok kulleres, cool tehát látom, hogy ez a probléma, de egyébként az autónak ez a legkisebb baja. Uh -huh. Tehát hogy tovább fogunk menni, hogy, hogy mi van. Ez a, a vízhűtő azért fontos kamrás dízelnél, mert minden kamrás dizájn melegszik. Na most a versenyautónak is sarkalatos pontja, a tulajdonosnak is elmondtam, hogy hiába csinálunk ide egyedi vízhűtőt, nem lesz elég a vízhűtés. Erre fölbekerült egy még kisebb mégis hűtő. így van, bekerült egy kisebb hűtő, visszajött az autó, hogy akkor a végső konfigurációt állítsam be, ugye nyilván ilyenkor. Ő, beállítom teljesen, hogy százszerzékos legyen használatra, a nyomás mellett ugye mindent, tehát adagolón az aldát beállítom, hogy nagyjából megpróbálom füstmentesre, na hát ezt nem sikerült tenni az autónál. Illetve én ott hagytam abba a sztorit, mikor visszajött ez a vízszűtő, mert alapból kivoltam ettől, hogy ez így van, aztán első próbakörön, 100 méter után beesett a fékpedál. Uh -huh. A következő volt még, ezen kívül, hogy nem volt üzemanyag, és nem jött előre a tankból a üzemanyag. Na mivel, ja és a harmadik, szálon volt a gumi. Tehát hátul megvan a gumi, ezt nem tudom, levideóztad -e, Nem, de nem meg, utasd utasd meg menjünk oda. Ez most már második alkalom, de ugyanilyen gumival kaptam meg első alkalomnál is, hogy legyen 500 lóerő az autó. Ja, hogy ez az 500 lóerős autó. Hát ő már a versenypályás használatra készül, ez egy slick. Most ez extrém, ez már második, az elsőnél hasonló gumi volt, egy milliméter mintával, és ugyanilyen vékony lemezfelén, de ezeréves éves öreg repedezett gumi. Az autónak nincsen papírja, nincs forgalmia, tehát nincs vizsgája, és akkor se kipróbálni, nem tudom, semmi, de legyen 500 lóerő. És ugye így, így nem nagyon tudtunk előrébb jutni, és ennél a pontnál, amikor a fék is beesett, tehát már a saját, még, még kimentem, kimegyek mondjuk tökörre a reptér és megyek fel egy kört, de ott az egyenesbe beesett a fék, akkor én már azt mondtam, hogy hogy a saját testi nem játszok, tehát hogy ez, ez ez ennyi, fel lehetne újítani a féket, de annyit a tulajdonos nem szánt rá. Azt mondtam, hogy ő megcsinálja. Megcsinálja a tankot is, mert ugye tankot le kell venni. Előtte mi már. Ö... Eldugult a tank, vagy az üzemanyagrendszerbe volt dugult? Valamilyen nem jött előre. Hát mivel ugye mi ezt nem csináltuk meg, ezt a folyamatot, már a tulajdonos úgy döntött, hogy ő maga fogja megcsinálni. Ezért nem tudom, hogy mi volt. Elméletek volt benne egy dugulás. Na most azért nem vállaltam a tankösszedést, mert ha megnézed a karosszéri állapotát, itt a küszöbnek a a másik oldalt a küszöbnek a vége hiányzik. Erről hallottam legendákat, de nem tudtam, hogy tényleg létezik. Illetve azt hittem, hogy ez így a zsigulikkal kikopott. Igen, és akkor érted, miről beszélünk? 550 lóerőt szeretnénk. Aha. Ezzel. Tehát így nem fél össze a kettő? És ezt is jeleztem töb többször a hogy életveszélyes. És látod, az egész, tehát, hogy igen, nem, nem, statikailag nem tűnik annyira biztosnak a dolog. Így van, hát ugye innen nincs messze az első bekötési pont a futóműbe, szóval itt már jó, de hát közel vagyunk, tehát hogyha így el van rohadva. Problémákat okoz. Így csinál. van, és akkor hát ugye itt én, én azt mondom, hogy a váltóig, ugye én felrakom a váltót, azt mindent én csináltam, de hogyha a felvideózó, az a baj, hogy pont nem látni, de. Várj, itt minden oldalról egy kicsit a kulisszát. Így, így van, a kulisszát is már a bele, tehát hogy úgy van most összetákolva, hogy mi megcsináltuk egy első verziós, az nem tetszett neki, mondtam, hogy finomítok rajta, Ö, vett egy másik short shifteres kulisszát. Maga a kulissza egyébként jó, csak innen, inne látni még néz a hegesztést oldalról. Csak maga az a baj, hogy szerintem nem csinált soha ilyet, és a, a kivitelezés ez, ez így nem jó. Érthető. Úgyhogy a rendszer egyébként szép lenne, tehát maga Akartam a Akartam hogy az, a hegesztések igényesnek tűnnek, és jó, azt, mondani, kifugó... azt, se lehet mondani, azt mondani, hogy el, eldolgozta volna a varratokat, hogy szépnek tűnjön, ami nem szép. De nem, nincs gond egyébként a kifogó nem lenne gond, a hangja is szép, nem tudom, hogy beindította, hogy fölvettétek, tehát azt még meg tudom majd mutatni. Ja, van még egy jó dolog, azt el is fejtettem. Ez még a tulajműve. Ez itt megismered, hogy micsoda? Egy spani, egyik ikea spani. Így van. Vagy egy új motortartóba helyett. Mi? Ez fogja ne. a motortartóbakot, de föl van kötve. Ugye egy spani, fele, egy spani van, tartja a motortartóbakot? Így van, hogy ne billenjen fel a motor. Tomi, ez az autó, ahogy ezt kinyitottad a géptetőt, laikusként ott azért úgy drága vannak. Maga, tehát itt ebben az autóban, ami az érték, az a váltónak a hardi a motor főtengely és a leömlő, és a turbó, meg az adagoló, ennyi. Uh -huh. A többit nagyon rég szerintem el kellett volna engedni, amit szerintem a tulajdonos nem lát be, ezt többször figyelmeztettem erre, de, de ezzel nem tudunk túlendőlni ezen a problémán, és egy bajom van ezzel, hogy, hogy szarból lesz vár. Tehát ezt építgethetjük, de nem tudom mennyire videóztad le a Mind, minden rossz az autónak. Elvitte a tulajdonos, megcsinálta a üzemanyagrendszert, az pedig itt van, tehát mikor visszajött, ismét kikészültem, mert nem jött előre a üzemanyag, akkor megoldjuk. Tehát ezek a csövek. Ez egy pár üzemanyag gondolom, előre meg visszatérő ág. Így van, és akkor itt szépen el van vezetve lábná, hogy az a sok Ja, bedugta, a, a, bedugta a biztosíték, a biztosíték táblába be van bedugta a, a biztosíték az üzemanyag csöveket. Így van. Óvatosan nyitom, ne, hogy megkarcoljam. Igen. És akkor. Á, vannak ezek a versenyüzemanyagtankok, tudod, amik így van bennük egy zsák, és így összeesnek akkor, hogyha fogy belőlük ez az ne üzemanyag. ne elkezdett összeesni, biztos, hogy ez az. Igen, csak az a baj, hogy most, hogy van egy ilyen, ezt most hogy folytatod? Tehát bármire az van, tudod, mi van utána, hogy a magyar tomé építette. És Igen, ez egy probléma. Vagy ezt az, hogy... az autót köthetik hozzá, hiszen. De minden Tehát, hogy... dolgoztál rajta, csak Csak ezt nem én csináltam. Mutasd meg kell, hogy van rögzítve az üzemanyagtank. Hát, a. és átadod, és akkor megfogja. Ez volt, nem, nem, tudom, mi volt a pontos elképzelés. De van még egy tank benne, azt néztem. Hát dupla tankos. <laughs> dupla tankos, tényleg, dupla tankos. <laughs> Igen, és akkor itt jött el a pont, hogy azért mondtam, hogy kb. ez szerintem egy korszak le is zárul, mert nem akarok többet építeni ilyen autót. Tehát itt, itt jövök rá, hogy, hogy nincs értelme. Megcsinálom az adagolót, megcsinálom az leömlőt, összeállítok akár egy komplet motort, és adom az ügyfélnek, és csinálják meg, mert, mert ennek nincs értelme. Tehát itt, azért én elkeserettem teljesen, és a fék most annyira lett jó, hogy most ne be a fékpedál első féknyomásra, kettő féknyomás bír, tehát annyit csinált vele a tulaj, amit neki is át kéne gondolni, hogy 500 lóerőt szeretne, a fék nagyon fontos. Tehát a, hiába a versenyautó lesz, mert mondja, hogy most már, most már versenyautó használja. De megint kimentünk a tököli egyenesre, egyet fékeztünk egyenesen, megfordultunk és visszafele már beesett a következő fékezésnél. Tehát egy fordulás bír ki a fék, ez nem erre van kitálva. Kettőt szívódízel, minden rossz erre. Érthető. A csomagtartóban még vannak okosságok, de mehetünk tovább a te utadon is. Ö, igazából még azt akartam megmutatni, hogy, hogy kötött be ventilátort is, ö, de ez is így sikerült. Á, ennek van közel a lada kapcsolóhoz? Van egy lada kapcsoló, igen. Ami, itt ö, én kétszer kipróbáltam kb. az autót, már össze mert nincs lerelézve. Le Tehát egy, egy szabályt, kap, mint, egy, mint hogyha össze. egy, ezért egy nem is tudom, fejlámpát kapcsolgatnál. Így és összeégett a terheléstől? Persze, most folyamatosan megy, vagy most kikötöttük, tehát hogy... Hát de úgyis kisebb a hűtő, tehát ez jó. Ez, ez most annyit ér ez a ventilátor, hogy mentem vele egy kört, fölment a víz 92 fokra, egy egyenesbe elnyomtam neki, megálltam, és egy helyben elkezd följebb a víz. Ha indulok, akkor megint lehűl. Tehát, hogy gyakorlatilag itt el van lőve a lába az egész projektnek. Érthető meg tudnád satszolni nagyjából, hogy itt, amit mondtál, hogy ami értékes, tehát a váltóharangtól előre a főtengely szítertseig nagyjából mennyi pénz lett ellocsolva? Szerintem biztos, hogy két millió forint felett. És tehát mennyi? a vadi új turbó, ugye ő vette az első turbót, vadi új leömlő, smart vezgét, jó cuccok vannak benne, meg itt ugye én ajánlottam, hogy jó cuccok legyenek. Nyilván magát a motort is meg kellett vennie, adagoló is, tehát már pár százezer forint az adagoló is, tehát így a hatos váltó, a dupla tárcsás, kuplunk, hát azért röpködnek az összegek, mert 4 500 forint egy dupla tárcsás 100-200 egy váltó. Nyilván te jobban ismered ezt a C-osztályt, mint én. Ezt tudtam már egy, azért egy rohadósabb autó volt a maga korában, mint az átlag de hogy ennél léteznek szebb karosszériájú példányok. Ezt mondtam a tulajnak is, hogy, hogy fogjuk meg, ki a motort, és tegyük át egy, egy másik kaszniba, amelyik alapból úgy érkezik ide, hogy jó, tehát nem egy olyan kocsit kell venni, amelyiknek le van járva a vizsgája, amúgy se indul be, tehát legalább a gyári motorjával induljon be, mert hogy lehet, hogy annak a kocsinak több baja volt, egyszer volt baja szerintem a kábel, egyszer volt baja az, hogy nem kapott az se üzemanyagot, mert ha az AC pumpa nem szív előre a tankból, akkor valószínűleg a gyári kis nyomkodós pumpa, ami az adagó oldalán van, az biztos, hogy nem szívte előre. Úgyhogy igazából nem, nem, jó. Egy, egy, olyan alapot kell szerintem megépíteni, amiben belül az ember, és alapból jól érzi magát. Tehát, hogy jó az alap is, és, és, jó vele menni, jó a futóműve, jó minden, és akkor azt lehet fejleszteni, de ezt, ennek így nincs értelme egyébként. És miért van itt most az autó? Mi a terv? Mit kértek tőled? Mi a te szándékod? Már azon túl, hogy nehogy véletlen hozzád község. Ugye ő köti az övet a karóhoz, hogy mindenféleképp ebbe a kaszniba legyen meg a legalább 450 lóerő. Úgyhogy mindenféleképp szeretné, hogy legyen nem nem Ö... érjük igazából. Megcsáltam itt, hogy minden működjön a motortéren. Nagyjából ez a része jó, de már egyszer elvitte az autót a kis vízszűtő miatt. Egyébként már lógott benne az összes előkamra. Tehát hogy annyira rossz. Ugye hál' Istennek tudja ő is, hogy nem az van, hogy azt mondta, hogy nem csáltam vele semmit. Mondta, túl is bevallotta, hogy ő kiment vele a reptérre, és ugye elkezdett gyakorolni, driftelni, meg, meg hát hobbi autózott vele, ugye és mondta, hogy hát nem tudta, hogy ennyire érzékenyek a dízelek. Igazán nem is az a baj, hogy a dízel ennyire érzékeny, hanem hogy ez alul van vízhűtőzve. Uh -huh. És hogy emiatt az össze, most kicserjük az összes kamerát, raktunk bele, összes izítógyártyát alulva, raktunk bele ható izítógyártját Ahogy elolvadt a kamera, elvitte a turbónak a melegoldali lapátját, ugye, mert a kamrának leolvad a kis belseje, az valahol távozik. Tehát kicsit a turbolapátokat, úgyhogy ez akkor a kár volt ez is neki, hogy, hogy most új turbó, új előkamra, és 6 és 6 injektor, vagyis porlasztó, és 6 darab új, injektor, 6 darab új ízító Tökéletes. Hát akkor a cél az, hogy meg legyen mérve az autó, és akkor utána de igen, mérve. most meg kell ezt mérni, egyébként ezt a motort ezt nem én adtam. Ugye azt se látja be a tulajdon, mert mindent ő vesz meg. Mm, nem, itt nem az a lényeg, hogy a, a, mert sokan írják, hogy az autószerelő keresni akar rajta. Nem, ha én adom a motort, és ez nem jó, vagy valami nem jó, és én mondom, hogy így csináljuk, akkor vállalom a garanciát. Na most például... Nem keresel rajta, hiszen visszahozzák további javításra. I, hát így van, hogyha így nézzük, akkor igen. De ez a motor is az van, hogy most azért megmértem a, a kompressziót, és 18-as kompresszió van a hengerekbe, tehát kevés egyébként. Van, 16, tehát azt csodálom, hogy jól jár, nem is tőlem van a, a, motor se, úgyhogy pont egy ilyen motor, lehet, hogy mit én adtam volna mondom, hasonlítok, a 350 ezer a motort, ő megvette 250 ezer, tehát 100 ezer forintos mondjuk, de kapott egy 600 ezer kilométeres motort, és ez nem az, amelyik, amelyik jó egy 500 -ló erős setuphoz. Tehát, hogyha szeretné építeni egyet, akkor minél kevesebb kilométeres kell megpróbálni venni szerintem. Elkészülhetett volna ez az autó abból a pénzből, amit már most rálocsoltak? Hát már rég egyébként. Hát most maga, mint a végén bevallotta a úgy emlékszem, hogy 100-200 ezer forint körül vette a maga a komplet autót. Hogy ott annyit akar spórolni, hogyha akkoriban, mert ez volt több éve, ha akkoriban ő 5-600 ezer forintért vesz egy kasznit, fel ennyi gondú nincsen. Tehát fele ennyi nincsen, mert, mert minden a... Itt az építés közben ugye kiderült, hogy kisházas, difi, kicsi, kicsi féltengely, akkor csonkávány kell csinálni, akkor végén komplet hidat kell kellett hátul cserélni. Úgyhogy ö, minden, minden megbosszulta magát azért, mert egy 100-200 ezer forintos donort vett, egy 5-600 ezer forintos helyett. Hát ugye a régi mondás, nem vagyok olyan, nem vagyok olyan gazdag, hogy olcsót vegyek. Mm, igen. Tomi azt mondta, hogy van itt egy Mazda ami kifejezetten érdekes, ami ráadásul hátsó de nem rx er és nem is mx Meglesük? Meg lesük. Igen, de ez nem Mazda, hanem Merma. Merma? Merda, ugye? A Merdával óvatosan, mert az spanyolul nagyon közel van a szarhoz. De ez nem szar. Na, akkor mutasd. Hoppá! 80-as évek? Hát ezt a gazdája tudja. Milyen évjárat, Matyi? Mi? Milyen évjárat? 94-es. 94-es? Azt Hát akkor az még vastag 80-as évek. Aha, de itt van a nyitója csak. Látszik, hogy... De itt van, nem? Nincs. Látszik, hogy nincs, nincs szokva Igen, a Igen, ez a nem látszik. Ott van. Na, nyílik az. Csak olyan volt, mint nyitva lenne. Na, kicsit ott van, a volt. Ja, így jobb lesz. Na. Uh. Ez itt egy rövid 606. Így van, ez egy 605-ös motor, azért mondtam, hogy Merda, mert ugye Merci motor van benne, és Mazda a karosszéria. Ez most akkor tegyük tisztába még így az elején, ez egy munkás autó, vagy egy hobbi autó? Mert ha tippen nem kéne, akkor ez azért nem gyenge. Ez mind a kettő szerintem. Nem olyan erős egyébként, egy, ugye a legjobb barátomja Matyé, és ő azt szerette volna, hogy hétköznap is jó járós autó legyen neki. Tehát hétköznap is tudjon vele járni, mert ezt használja minden nap és hát fontos volt neki, hogy ne fogyasszon sokat, úgyhogy én azt mondtam neki, hogy a legkisebb tuning adagot tegyük bele, ami ugye hatos elemekkel van ellátva, nagyjából, illetve a OM606-nak a gyári turbója van rátéve, egy kicsit emelt nyomással, nagyjából ilyen 1,6-1,8 bár tölt most a turbó, és így ilyen 200 lóerő, 200 és 250 között lehet valahol. Tehát max 220 lóerő. Sokat elárul, hogy még cooler rá, ha jól látom. Így van, aha. Tehát, hogy nem, 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 ez nem egy, így van, nem egy kiegyezett ö, ö, technikának készült, illetve nagyon nehéz lett volna a, a kivitelezés itt a hely miatt, nagyon visszahajlik a, a lökös a kasznihoz, és nem lett volna itt hely a kúlernak, meg hát így egyszerűbb volt. Milyen váltó van rajta? Egyelőre most mazda már, tehát a gyári váltója van rajta. Uh -huh. Ez egyetlen egy probléma van, hogy nagyon hosszú a difi, én úgy emlékszem 4 egész fölött van valahol a végáttétel, és nagyon rövid, mert ugye ebbe egy egy négyhengeres szívó -dízel motor van. 60-70 lóerővel. 60 lóerő, így van, és 90-100 volt az utazója. Na most ugyanúgy maradt az utazó ez, annyi, hogy le tudod forgatni végig, mert van benne most erő. Érthető. Tehát akkor vagy egy másik váltó, vagy egy hosszabb difi megoldás. Hát most a múltkor már beszélgettünk Mercedes váltóról, mert ugye harangheges felett, én nem annyira szeretem a haranghegesztést, elméletileg ezt a Matyi csinálta, kimérte pontosan. Tudod, hogyha nincs, ugye a versenyben ezt már végigjártam, mert az elején próbáltam én is BMW váltót tenni a Mercire, és ha nincs központosan meghegesztve a, a harangja a váltónak, akkor nem fut vonalba a nyeles tengely a emiatt egy kicsit huppogtatja a tárcsa közepét, és egy idő múlva elszakad. Olyan, mint amikor igen. hajtogatnád a lemezt, és ez csak eltörik. Érthető, igen. És uh, már egyszer volt egy kuplum probléma, azt orvosolt most egy erősebbel, és most azt mondta Matyi is, hogy megvárjuk, hogy megy vele pár kilométert így, hogyha tartós, akkor marad a Mazda váltó, és akkor megpróbál hozzá hosszabb difficerezni, ha nem, akkor, a komerci váltó lesz. Hihetetlen. Mennyit kellett mókolni, hogy becuppanjon ide a Mercedes motor? Hát nem, azért kellett... Van egy tőle. jó masz... Várjál, hogy ez létrevázás. Ho -ho, basszus. Hát el is felejtettem, hogy ez, hogy alvázas konstrukció. Akkor nem is a bölcsővel dolgoztatok, hanem, a, hanem a, az alvázon hegesztettétek át gondolom a bakokat. Egyáltalán át kellett? Át kellett, persze. Illetve még van egy fontos része, hogy a kormányművet is arra kell tenni, sőt, nem is, nem is a Mazda kormánymű van benne, hanem BMW kormányműves lett. Fogas ugye? Így van, teljesen át lett alakítva. Úgyhogy, hát itt, hogyha nagyon bevideózol hátra, akkor látni lehet, hogy, hogy ott van a kormánynak hátad a végét, és akkor így Igen. hát a kábelektől nem látni, de, de igazából ott hátul eléggé lett módosítva. Meg ez nem szervos volt, most szervós lett. Úgyhogy elég sok átalakítás kellett neki. Mutasd meg, meg a belsejét, kérlek. Mit látunk egy ilyenben? csak <laughs> egy merci középkonzolt. Igen, azt én a Matyinak egyébként, az egy 2010-esnek, azt mondta, hogy igen. csak tudjon valami könyökölni. Az a jellegzetes Mercedes rózsdafa. Uh, rózsdafa, a Vanguard belső, igen. Hát egy klasszikus. Fél nagyjából úgy járja a egy kormány tett bele, meg valamelyik ö, Mazdából egy ilyen, talán 323 GT-ből maradt meg neked az ülés tök jó. Nagyon mutatós, és ez a kormány, ez meg nagyon emlékeztet a hacsinak a sportkormányára, nem, ha tippel nem kéne korabeli sportos mazdából érkezett. Így van, ez így is van, az is valami LX régi mazda. 7 vagy fene tudja. Az a műszerfal, Istenem, hogy mennyire egyszerű. <gül> <gül> Igen, mennyire... De, ami egyszerű, az jó, nem? De, ami egyszerű, az jó. Nekem nagyon tetszik, és, és amúgy meg egy platós kis teherautó, én nagyon látom rajta a bicikliket. Az van. Motorozik amúgy a Matyi. Igen? Hát Aha. a motort is jól föl lehet rá dobni. Diffi? Ő nincs ez egy is. Ó, mik nem vannak? Ja, abba tudsz valami mercedes intézni? A Priusba? az elég nézett videó lenne, de amúgy elég utána minket, nem? Nagyon, nagyon gyűlölnének minket. De valami egyszer már valami ilyesmit kell csinálni egy ilyen zöld hibrid rendszámos autóban, nem? Tegnap láttam egyet korvetteles motorral, Hátsókerekesre alakítva. Az, 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 úgy meghozta a kedvemet. Tudom, Akkor csináljunk vele valamit. Muszáj lenne. Köszönöm szépen, gratulálok Nincs a költözéshez, drukkolok, meg kitartás, meg minden egyéb. Még jöjjön össze, mert azért még odáig van pár hét, de Kópogjuk le, csináljuk. aztán a következő videót meg már onnan. Jó van, rendben.